Ima Isten megismeréséért, Isten teljességéért, a Kolossai levél alapján. Nem szűnöm meg imádkozni és kérni, hogy betöltessek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben, hogy járjak méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremjek, és növekedjek az Isten megismerésében. Minden erővel meg vagyok erősítve, az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Hálát adok az Atyának, aki alkalmassá tett engem a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított engem a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van az én váltságom az ő vére által, bűneimnek eltörlése. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek, és ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, a gyülekezetnek, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első, mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Vigasztalást vesz a szívem, egybekötve a test tagjaival a szeretetben, és eljutok az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Meggyökerezem és tovább épülök ő benne, megerősödöm a hitben, bővölködöm abban hálaadással. Ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és én ő benne vagyok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Feltámadtam a Krisztussal, ezért az odafelvalókat keresem, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődöm, nem a földiekkel, mert meghaltam, és az én életem el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, az én életem megjelenik, akkor majd én is, ővele együtt megjelenek dicsőségben. Felöltözöm amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. Felöltöm, mint Istennek választottja, szent és szeretett, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedem a másikat, és megbocsájtok mindenkinek, miképpen a Krisztus is megbocsájtott nekem. Mindezeknek fölébe pedig felöltöm a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Istennek békessége uralkodik az én szívemben, és hálás vagyok. Krisztusnak igéje lakozik bennem gazdagon, minden bölcsességben. Mindent, amit csak cselekszem, szóval vagy tettel, az Úr Jézusnak nevében cselekszem, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. És valamit teszek, a szívemből, a szellememből cselekszem, mint az Úrnak és nem embernek, mert tudom, hogy az Úrtól veszem az örökségem jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgálok. Amen.